A kor, amiben élünk, és a technológia sok mindenben segít minket. Könnyíti a mindennapokat, az utazást, a kommunikációt, a tájékozottságot, és a legkülönbözőbb területek mellett könnyíti az idegenekkel való találkozást is. Személyesen találkozni egy idegennel, akivel előtte csak monitoron keresztül társalogtál, és ezen felbuzdulva azt hiszed, hogy ismered, manapság már rutin a párjukat keresők körében. A mázos chat sztorik után viszont előfordul, hogy nem azzal a személlyel ülünk szemben, kínosan feszengve egy kávézóban, mint akit elképzeltük a Tinder vagy más társkereső szűk látószögén keresztül. Ha már a külső sem stimmel, még jól is jártunk. Ahhoz képest, ha magát nyugodt, családcentrikus, liberális, intelligens meccsünkről kiderül, hogy egy magamutogató, narcisztikus, szexista, két lábon járó trófea vadász, aki azt mondja, amit hallani akarunk, mindaddig, amíg meg nem kapja, amire szüksége van. És még szerencse, ha behálózva egy éjszakával megússzuk, és nem nyomorítja tovább az életünket érzelmi zsarolásaival. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények, amiben minden héten egy olyan megtörtént bűnesetet hozok el nektek, ami az emberi elme legsötétebb oldalát mutatja be. A mai epizódban a korunk egyik legveszélyesebb orosz rulettje lesz terítéken, egy valódi Tinder randival indult gyilkossági ügyön keresztül. A történet 1990. december 2-án kezdődik, amikor is az Anglia keleti részén található Brentwoodban meglátta a napvilágot Grace Milléne. Két féltestvére, Michael és Declan mellé érkezett harmadiknak, szülei nagy örömére, hisz így Grace lett első közös gyermekük és a mozaik családjuk ékköve. Két testvére imádásig rajongott a kis hugukért. Egyetlen lánygyermekként felnőve, hoki kedvelő családjában, ő maga is azzá vált. Olyannyira, hogy idővel a fiatal játékosok mentor programjában is részt vett, mégpedig mentorként. A kis tanítványaihoz mindig figyelmesen és hallgatólag fordult. Igyekezett éreztetni velük, hogy igenis számítanak, és ha igazán hisznek valamiben, akkor azt el is tudják érni. Ő maga is hitt abban, hogy megvalósíthatja álmait, függetlenül attól, hogy mennyire nagyra vágyóak is azok. Ezt a lelkesedését és pozitív életszemléletét egyetemi évei alatt is megőrizte. Grace 2018. szeptemberében diplomázott reklám és marketing szakon az angliai Lincoln Egyetemen. A sikeres vizsgáját követően úgy döntött, hogy elhagyja kicsit szülőföldjét, és egy évet utazgatással tölt, mielőtt beleveti magát a nagybetűs életbe. Ez egyébként egy elég felkapott jelenség a nyugati országokban, úgynevezett gap year-nek hívják. Amikor én végeztem az egyetemen, még csak gondolni sem mertem volna ilyenre. Mondjuk az jóval 2018 előtt volt. Grace utazni vágyott, és arra, hogy megélhesse álmait. Érdekes adalék, hogy mielőtt meglépte volna ezt a sokszor sorsfordító, de legalábbis nagy hatású elhatározását, haját rövidre vágatta, és az évekig növesztett fényes koronáját jótékony célra adományozta. Mégpedig beteg gyerekek és fiatalok számára, akik rákos betegségük miatt parókát kénytelenek használni. Ennyire gondoskodó, kedves és tudatos lélek volt. Persze ebben nagyban segítette a mögötte álló szerető és támogató családja, aki Grace egész élete során igyekezett megadni neki mindent, és a minden alatt itt a feltétlen nélküli szeretetre gondolok. 2018-ban elindult hát, hogy felfedezze a világot magának, és hogy ezáltal később abban jobban el tudja magát helyezni. Egy csoportos úttal érkezett Limába, Peruba, majd tovább indult délre, Patagónia felé. Megállt Bolíviában, ami után repülőre szállt és átrepült Új-Zélandra, ahová november 20-án érkezett meg. Mielőtt bevette volna magát a legnagyobb városukba, Aucklandbe, az első 10 napját éjszakon töltötte a szigetek öblében.
Az új-zélandi szigetek öblében egyébként 144 kis sziget található. Nagyon felkapott turista úti cél és horgászhely. 2018. december 1-én Grace végül bejelentkezett az Aucklandi City Life Hotelbe. Azt lehet mondani, hogy szabad évének első két hónapjában igyekezett magát elfoglalni és felfedezni annyi mindent, amennyit csak tudott. Rengeteg helyet látogatott végig, és sok új barátságot is kötött közben. Mondhatni, álmai útján hozzáállásának megfelelően ment végig. Igyekezett megélni annak minden pillanatát. December 2-a, a bejelentkezését követő másnap, Grace születésnapja volt. Családja és barátai elhalmozták jó kívánságokkal, üzenetben, telefonon és a közösségi médián keresztül. A legjobbakat kívánták neki, és az, hogy élvezze ki utazása minden percét. Csak hogy a nap reggele délutánba kúszott át, és Grace nem jelentkezett. Nem fogadta a gratulációk és lelkesítő üzenetek özönét. Egyetlen válasz sem jött tőle. Szülei pedig érthető módon aggódni kezdtek. Próbálták hívni, de nem válaszolt. Grace apjának aggódása gyanúba hajlott, hisz lánya eleddig folyamatosan bombázta őket képekkel és üzenetekkel az útja során. Amióta kitette a lábát otthonról, folyamatosan tudósította őket minden lépéséről. Szinte érthetetlen volt számukra a hirtelen beállt rádiócsend. Kiváltképpen egy olyan jeles napon, mint Grace születésnapja. A 22 éves diplomás lány bárhol lehetett. Aggodalmukat félre söpörve azt gondolták, hogy valahol túrázik, ahol nincs térerő, és ő maga sem gondolta volna, hogy kicsúszik az időből és nem tud jelentkezni saját születésnapján. Annak ellenére, hogy eléggé ijesztő lehetett szülei számára távol lévő lányuk hirtelen eltűnése, próbálták azt nem túl reagálni, hisz már hónapok óta úton volt minden komolyabb probléma nélkül. Családja és barátai ezekkel a gondolatokkal bújtak aznap ágyba, de fejükben azért ott motoszkált, hogy vajon mi lehet a lánnyal. Másnap reggel első gondolatok az volt, hogy felhívják. Majd az azt követő reggelen is. Miután három egymást követő nap sem tudták elérni, szülei úgy határoztak, hogy jelentik lányok eltűnését az új-zélandi hatóságnál. Akik figyelmesen végighallgatták a történetüket, és azonnal nyomozni kezdtek a lány lehetséges eltűnésének ügyében. Elképzelhetjük a család komplikált helyzetét, akik a világ másik végén lévő gyermekükért aggódnak, és egy általuk ismeretlen környezetre és igazságszolgáltatásra kell, hogy bízzák magukat vakon. Azt gondolom, ilyenkor jogos az a félelem, hogy nem veszik eléggé komolyan őket, és a messziről jött vagy telefonáló ember sérelmeit egyszerűen a nagy halom ügyük mappáinak aljára teszik. Az új-zélandi rendőrség nem így tett. Sőt, olyan gyors és alapos munkát végzett a bejelentést követő pár napban, amit nem sűrűn látni. Legalábbis eddig egyetlen általam hallgatott vagy feldolgozott esetnél sem találkoztam olyannal, hogy felnőtt korú eltűnt utána család kérésére azonnal nagy erőkkel nyomozni kezdjenek, és pár nappal később áttörést érjenek el. Ebben az esetben viszont így volt. A bejelentést követő napon 24 órán belül az új-zélandi rendőrök jelezték, hogy az eltűnt angliai fiatal lány Grace Milene ügyével kapcsolatban egy 26 éves fiatal férfit vittek be meghallgatásra. A személy azonosságát viszont nem fették fel. Természetesen a helyi médiában felkapott hír lett, hogy az eltűnt angliai utazó ügyével kapcsolatban egy fiatal új-zélandi férfit állítottak elő a hatóságok. Mindenki tanástalanul állt a szuperszónikus sebességre kapcsolt nyomozás előtt. De még erre is rátettek egy lapáttal, amikor két nappal később, 2018. december 8-án Grace eltűnési ügyét gyilkosságnak minősítették. Részleteket nem árultak el, csak annyit, hogy az előállított férfit vádolják vele. Csak így, három nappal a bejelentés követően az eltűnési ügy gyilkosságivá változott, és már a gyanúsított is a rendőrségi fogdában csücsült. Részleteket pedig nem osztottak meg, pont. A nyilvánosság is nagyjából annyira vágyott válaszokra, mint ti most a podcast hallgatása közben.
A hatóság viszont nem állt itt meg. December 9-én, azaz egy nappal később délután 4 óra körül megtalálták Grace holttestét 20 kilométerre Oaklandtől egy bozótos területen. Csak egy órányi úton belül a lány hoteljéhez képest. Pár nap és bum! Az eltűnési eset gyilkosságiba váltott, a tettes és a holttest meglett. Mindenki tele volt kérdésekkel. Mi történhetett? Hogy ilyen gyorsan megtalálták? Hogy tudták mindezt pár nap alatt véghez vinni? Honnan tudta a rendőrség, hogy hol keresse a holttestet? A válasz nem a titokzatos férfi vallomása volt. A City Life Hotel és úgy egyáltalán maga a város is kiterjedt térfigyelő kamerahálózattal van felszerelve. A rendőrségnek így viszonylag könnyű dolga volt. Egyszerűen csak elkezdték átnézni az adott időszak felvételeit. Nem sokat tudok Új-Zélandról és Auckland városáról sem, de az biztos, hogy komoly térfigyelő rendszerük van. Talán Las Vegason kívül más helyen nincs olyan, hogy szó szerint minden sarkon, téren, parkolóban, lobbiban, folyosón, bárban, étteremben és még sorolhatnánk, hogy hol van kamera. Elképzelhetetlenül ritka az olyan alkalom, amikor a nyomozóknak ennyi képanyag áll a rendelkezésére. Az eltűnés ideje és a személy leírás alapján szinte azonnal megtalálták a felvételeken Grace-t és elkezdték nyomon követni a mozgását az ominózus este folyamán. Ha jobban el szeretnétek képzelni, hogy hogyan is állt össze ilyen gyorsan a kép, a YouTube-on találtok egy 55 perces videót, amiben kronológiailag összevágták a teljes ügy felvételeit. Mint egy néma bűnügyi film. Grace gyilkossága címmel. Élő szereplőkkel, valós időben. A felvételek alatt könnyen elfogja az embert a gyerekkorból ismert késztetés, amikor a Paprika Jancsi vagy Vitéz János bábjáték során a settenkedő alakra kiabálva hívnánk fel a főszereplő figyelmét. Sajnos ebbe az előadásba hiába próbálunk beleszólni és kirántani onnan a főszereplőt. Az folyik tovább a maga kegyetlen medrében. A műsor leírásában megtaláljátok a linket, de most itt is összefoglalom nektek, mit is lehet látni azokon a ritka és hátborzongató felvételeken. A rendőrség tehát így göngyölítette fel az ügyet pár nap alatt. A december 1-i felvételeken megtalálták Grace-t, ahogy 5:30 körül elhagyja a szülei által megadott hotelt. Fekete pólóruhát és fehér lapos talpú cipőt viselt. Karján fehér karóra volt, és egy kis táskát is vitt magával. A kamerák nemcsak hogy szinte mindent rögzítettek, mindezt olyan minőségben tették, hogy kivehető volt Grace karján a fehér karóra. A felvételek nagy része egyébként színes. Csak egy fekete-fehér van köztük, de annak a minősége is kiváló, majdhogy nem az arc kifejezéseket is látni lehet rajta. Grace egészen a Sky City-ig gyalogolt, ami egy szórakoztató központ és kaszinó Auckland üzleti negyedének szívében. Található benne mozi, több bár, éttermek és 3 különböző hotel is. A City Life-tól nagyjából 400 méterre található. Valahogy ilyennek képzelem el Vegas, ahogy egyik hotelből egyszerűen csak átsétálsz egy másikba, hogy ott szórakozz tovább. Grace-t ezt követően a kamerák az épület komplexum éttermi része előtti szabad területen rögzítették, ahol mintha várt volna valakit, miközben a telefonját nézegette. 5 óra 54-kor megjelent a képen egy farmert és kigombolt kék inget, alatta pedig fekete pólót viselő férfi. Egyenesen a lányhoz lépett, akivel átölelték egymást. Majd együtt átsétáltak a Sky City-n, amit végig térfigyelő kamerák rögzítettek. Látszólag kellemesen elbeszélgettek. Egymás mellett sétáltak, kezüket nem fogták, de azért egymásra mosolyogtak itt-ott. A következő felvételen az látszik, ahogyan betértek az Andrész nevű bárba. A bárpulthoz sétáltak, ahol állva gyorsan átfutották a menüt. Kedélyesen elbeszélgettek egymással és a pultossal is. Miután megitták az italukat, este 7 óra 16-kor átsétáltak egy másik helyre, egy mexikói kávézóba, hogy ott is igyanak egyet. Bárról bárra jártak, és közben egyre közelebb kerültek egymáshoz, legalábbis a felvételek tanúsága szerint. Majd egy óra múlva elhagyták a mexikói kávézót.
Füzetés közben látszott, hogy már sokkal kényelmesebben érzik magukat egymás társaságában. Közel álltak egymáshoz, könyökük majdnem összeért. A felvételek alapján szinte biztos, hogy a találkozó randevúra váltott. A bárból pedig tovább mentek vacsorázni. Tagadhatatlanul a vacsoráról készült felvételek a többiekhez képest rosszabb minőségűek, és ráadásul fekete-fehérek is, de ennek ellenére jól kivehető rajtuk, hogy a pár összemelegedett. Egy magas asztal mellett foglaltak helyet, és végig egymásba borulva beszélgettek, és csókolóztak is. Átölelték egymást, nevetgéltek, látszatra jól érezték magukat és egymást. Amikor az ismeretlen férfi elment az asztaltól, valószínűleg vécére, előtte egy csókot is adott Grace-nek. Amíg a férfi távol volt, Grace elővette telefonját a táskájából és nyomkodni kezdte. Első alkalommal az egész randi alatt. Miután a férfi visszatért, Grace is elhagyta az asztalt és maga is elment a mellékhelyiségbe. Ahogy kiért a képből, a férfi azonnal átkutatta a táskáját. Ami akárhonnan is nézzük, intőjel. Én a mai napig csak félve merek belenyúlni a feleségem táskájába, és azt is csak akkor, ha tud róla. Ezek után a pár elhagyta a Sky City komplexumot, és kéz a kézben átsétáltak a City Life Hotelbe, ahol keresztül mentek a hallon, egyenesen a liftig, amivel a Grace szobájának szintjéig a harmadik emeletig utaztak. Talán a leghátborzongatóbb felvételek ezek. Annak ellenére, hogy semmi sem történik rajtuk. Viszont ezek után Grace-t már egy felvételen sem találták. A rendőrség a család bejelentését követően természetesen egyből a hotel és Grace szobájának átkutatásával kezdte a keresést, amivel párhuzamosan átnézték az összes fellelhető felvételt az eltűnés estéjéről. Miután a hotelben nem találtak semmit és a felvételek alapján Grace hollétét sem tudták meg, az ismeretlen férfi felé fordultak és elsődleges céljuk annak megtalálása lett. A kameraképek ehhez is szolgáltattak némi segítséget. A randevú estejét követő reggelen, pontosabban reggel 8-kor a férfi feltűnt a liftben egyedül. Már nem viselte a kék kigombolt inget, csak az alatta lévő fekete pólót. Miután beszállt a liftbe, egy pillantást vetett a kamerára, majd hátat fordított és a földet nézte végig. Kiszállt a liftből, átsétált a hallon és ki a hotelből. Pár perc múlva egy közeli barkács jellegű bolt kameráin tűnt fel, ahol hátra ment és egy rövid válogatás után vásárolt valami nagy méretű dolgot. Egy nagy gurulós bőröndöt. A kamerák ezután felvették, ahogy visszahúzza azt a hotelba, ahol Grace szobakártyáját használva visszamegy a harmadik emeletre. Reggel 8 óra 32 perckor ismét megjelent a liftnél, de akkor már nem volt vele a bőrönd. Elhagyta a hotelt és egy közeli boltba ment, ahol tisztítószereket vásárolt. Majd visszament a hotelbe és újból felment a harmadik emeletre kezében a bevásárolt takarítóholmival. Félelmetes nézni a képsorokat, ahogyan a férfi igyekszik valami nyomainak eltakarítását előkészíteni. Valamivel később fél 11 körül újból megjelent a lift kameráinak képén, de az előző esetekkel ellentétben nem volt egyedül. Az eddigi felvételeken eddig csak ő látszott, viszont ezen már mások is álltak vele a liftben. Most mi tudjuk, hogy, vagyis még csak sejtjük, hogy mit tett, de azoknak, akik akkor délelőtt egy liftben utaztak vele, fogalmuk sem volt. Márpedig valószínűleg utólag ők is látták a felvételeket és rádöbbenhettek arra, hogy ki is állt mellettük, ha csak pár percre is. Ezek után taxiba szállt és bármennyire is hihetetlen, a taxiban is volt kamera, ami a hátsó ülésen ülő férfit vette teljes egészében. A taxival egy autókölcsönzőhöz hajtatott, ahol kibérelt egy piros autót, amivel visszament a City Life Hotelbe és újból felment Grace szobájához. Majd nem sokkal később kisétált újból a hotelből, át egy bárba, ahol rendelt magának egy italt és elfogyasztotta. De nem egyedül, hanem egy újabb nővel, egy újabb randin. Bármennyire is hihetetlen, a férfi egy újabb Tinder randira ment, miközben az előző napi valószínűleg holtan várta annak hotelszobájában.
A férfi végül a nővel együtt elhagyta a bárt. Ezek után valószínűleg a randi sikeres végét követően több kamerán is feltűnt a piros autó. A titokzatos férfi pedig többször jött, ment a lifttel a City Life Hotelben. A férfi ezek után egy újabb üzletbe ment, ahol egy nagy piros szőnyegtisztítógépet bérelt, amit a kamerák előtt felcipelt a hotel szobába. Az a fura az egészben, hogy nem egy körrel intézte el a nyomok eltüntetéséhez szükséges dolgok beszerzését, hanem egyenként szedegette össze azokat, annak ellenére, hogy valószínűleg tudatában volt annak, hogy útjai során kamerák hada rögzíti minden mozzanatát. Este 9 óra előtt pár perccel feltűnt újra a listben a szőnyegtisztítóval együtt, amit nagy valószínűséggel ekkor vitt vissza a boltba, ahonnan bérelte. Számomra az is kérdés, hogy hogy sikerült neki egyszerűen átsétálni a hotelen egy keréken guruló tisztítógéppel, anélkül, hogy azt észrevették volna a recepciósok. Már az is lehet, hogy észrevették, csak azt gondolták, hogy a takarítószolgálat egyik tagja. Este 9:30 a férfi újból megjelent a liftnél. Egy csomagkocsival, amin két nagyméretű bőrönd volt. A felvételeket vizsgáló rendőrök ekkor értették meg, hogy hogyan hagyta el végül Grace Milena a City Life Hotelt. A csomagot kitolta a hotelből, bepakolta az utcán álló bérelt autóba, majd az üres csomagkocsit visszatolta, és visszament a szobába aludni. Legalábbis nagy valószínűséggel azt is csinálta. Minden esetre csak másnap, december 3-án tűnt fel újra, amikor is kora reggel 6:45 elhagyta a hotelt. Egy újabb barkács üzletbe ment, ahol egy piros ásót vásárolt, majd egy időre eltűnt a kamerák felvételeiről. 9:50 viszont újból megjelent a listben egy sportáskával a vállán. Mezítláb. Ezek után még pár csomagot lehozott, amiknek egy részét a tisztítóba vitte. Vásárolt még bőröndöt, elvitte lemosni az autót, aminek csomagtartójából elővette saras cipőit és azokat is lemosta. Természetesen a mosóban is volt kamera. Ezek után visszament a hotelbe, Grace szobájába, ahol egyébként maradt is. A rendőrök miután azonosították, a hoteltől nem messzire gyűjtötték be december 6-án és szállították az Oaklandi rendőrösre kikérdezésre. Összességében az egész folyamat alig pár nap alatt lezajlott. December 1-én Grace eltűnt. Szülei 5-én jelentették, és a gyanúsítottat már 6-án bevitték kihallgatásra. A rendőrség egy nap alatt átnézte a felvételeket és elkapta a férfit, akit két nappal később 8-án megvádoltak Grace Milena meggyilkolásával. A kihallgatása során a férfi elismerte, hogy találkozott Grace-szel, és hogy a Tinderen ismerkedtek össze. Viszont a randevú kimenetelével kapcsolatban azt mondta, hogy annak este 8 órakor vége lett, elbúcsúztak és többet nem látta a lányt. Az őt kihallgató nyomozók viszont már akkor tudták a felvételek alapján, hogy hazudik. Végighallgatták a mesét, majd szembesítették a ténnyel, miszerint az elmúlt napokban szinte minden lépését rögzítették a tétfigyelő kamerák, és azok felvételeit már át is nézték. A videók bizonysága szerint viszont a randevúja Grace-szel nem ért véget december 1-én este 8 órakor. Tudják, hogy felment hozzá, és azt is, amit azután tett. Két napra rá megvádolták és elkobozták a mobiltelefonját. A keresési előzményeiben a Google térképen találtak egy félreeső koordinátát, amit Grace testének lehetséges helyeként azonosítottak. Ki is szálltak a közeli erdős helyszínre, ahol megtalálták a lány földi maradványait. Miután Grace holttestét megvizsgálták, azokat visszaszállították Nagy-Britanniába, ahol otthonában százak kíséretében temették el. A szertartás során a katedrálist Grace saját festményei díszítették. A felvételeken végigkövethető volt a teljes eseménysor, és Grace-t is megtalálták. Szüleit viszont teljesen lesújtott a lányuk értelmetlen halála. Egy hete még beszéltek vele telefonon, most pedig már halott és nem maradt más utána, mint emlékek és üres remény. Maga az eset is annyira random történt, hogy akárhogyan is keresték, nem találták a magyarázatát, hogy annak segítségével helyre rakassák magukban a veszteségüket. Új-Zélandon eközben tovább folyt a gyilkossági ügy,
a nyilvánosság szinte teljes kizárásával. A hatóság ugyanis a követelések ellenére nem árult el az elkövető kilétét, és az esettel kapcsolatos információk nagy része is csak egy év múlva a tárgyalás megkezdésekor került napvilágra. De nem csak a nevét nem árulták el eleinte, hanem a médiában megjelenő képeken és felvételeken is kitakarták az arcát. A szigorú intézkedésekre a hatóság elmondása szerint azért volt szükség, mert hatalmas média figyelem hárult az ügyre, és nem szerették volna a tárgyalások kimenetelét veszélyeztetni. Azaz, nem szerették volna, ha az esküdteket bármilyen módon befolyásolja az ügyet körülvevő nyilvánosság. Ugyanis ismerhetünk rá számtalan példát, amikor a védelem pontosan ezt meglovagolva vonta kérdőre a büntetőjogi tárgyalás tárgyilagosságát. A férfi nem vallotta magát bűnösnek, ami ezért elég meglepő a tengernyi bizonyíték tükrében. Az elkövető nevének kiszivárgása ellen tett intézkedések végül hasztalanok voltak, ugyanis a tiltó rendelkezés csak Új-Zélandon volt érvényben, és a kiszivárogtatásért járó fél éves börtön és 25 ezer dolláros büntetés is csak ott élt. Más országokban nem, mint ahogy Britanniában sem. Minden esetre kiderült, hogy Grace Millane gyilkosságával Jesse Shane Campstont vádolták meg, aki a lányjal Tinderen találkozott, ahol miután összemeccseltek, találkoztak. Shane a vádak szerint a randevű során meggyilkolta a lányt, és az azt követő 5 napon keresztül tette nyomainak eltüntetésén fáradozott. Jesse 1991. december 28-án született. Szülei még kisgyermekkorában elváltak egymástól, ezért lényegében a nagyszülei nevelték fel. Középiskolás korában softballt játszott. Aki esetleg nem tudná, mi az, mint ahogy én sem tudtam, az nagyjából olyan, mint a baseball, csak nagyobb a labda és máshogy dobják. Ezt a részletet azért emelem ki, mert már később felnőtt fejjel azt hazudta a főbérlőjének, hogy ő egy profi softball játékos, és hogy bár késik a bérrel, már leszerződött az új-zélandi Black Sox csapattal, és az első utalásból mindent rendezni fog. Miután természetesen továbbra sem fizette a lakbért, a főbérlője felhívta a Black Soxot, hogy érdeklődjön a tehetséges új igazolásukról, akik meglepőve hallgatták, hogy nekik van egy Jesse Campson nevű játékosuk. Jesse féltestvére elmondása szerint megrögzött hazudozó volt. Sokszor hazudta potenciális női kiszemeltjeinek, hogy rákos, vagy szülei meghaltak és árva. Bármit kitalált és hazudott annak érdekében, hogy érzelmi reakciót váltson ki. Ez azért, lássuk be, elég manipulatív dolog. Jessenek egy fia is született egyik barátnőjétől, de azzal semmilyen formában sem tartotta a kapcsolatot, mint ahogy saját apjával sem. Egy vele randizó nő a rendőrségnek elmondta, hogy Jesse azt állította neki, hogy azért van a városban, hogy bárokat vásároljon a már meglévő étterem hálózatához. Valamint, hogy nemzetközi jogból diplomázott, és egy nagyon gazdag étteremlánc tulajdonos család sarja. Másnak meg azt mondta, hogy Oakland legnívósabb éttermeit jött a városba megvenni, ugyanazonokból. Természetesen ebből semmi sem volt igaz. Semmiféle étterem hálózata nem volt, és igazából nagyon pénzese az ilyesmire. Bár nem diagnosztizálták, a grandiózus hazugságai és beteges képzelgései narcisztikus hajlamot mutatnak, ami, mint tudjuk, nagyon erős táptalaja a leendő gyilkosoknak. Ahogy az életben, a tárgyalóteremben is próbálta ferdíteni a tényeket. A tárgyalás során kiderült, hogy Grace halálát folytogatás okozta, amire válaszul a védelem azt állította, hogy csak véletlen baleset volt. Egy vad szexjáték véletlen és tragikus kimenetele. Klasszikus, vádoljuk az áldozatot húzás, ami amellett, hogy hazugság, mérhetetlenül gyomorforgató is. A véletlen emberölés teóriát rengeteg bizonyíték cáfolta, kezdve azzal, hogy Jesse a gyilkosságot követően napokig szisztematikusan azon dolgozott, hogy eltüntesse a nyomokat. A férfi Tinder fiókját is átvizsgálták, amiből kiderült, hogy Grace nem is igazán akart találkozni vele. Ezért Jesse szinte már agresszíven igyekezett rávenni a lányt. Sajnos sikerrel. Grace-t egyébként a felvételeken is látható bőröndben találták meg egy sekély sírhantban.
A tárgyalás a koholt, rosszul elsült szexvádak miatt mérhetetlenül kellemetlen volt Grace-re és családjára nézve is. A védelem ugyanis Grace szexuális szokásait boncolgatta a bíróság előtt, annak ellenére, hogy annak pont semmi köze sem volt a történtekhez. A bírósági eljárás 3 hétig tartott. A 7 nőből és 5 férfiból álló esküdtszék viszont alig 5 óra tanácskozás után tért vissza a határozattal, miszerint Jesse Kempson bűnös Grace Milléne meggyilkolásában. Az ítélethirdetéssel egy időben az új-zélandi miniszterelnök beszédet mondott, amiben elnézést kért Grace szüleitől, hogy hagyták, hogy földjükön ilyen történjen a lányukkal. Lányuknak biztonságban kellett volna lennie nálunk, de nem volt. Borzasztóan sajnálom és elnézésüket kérem, mondta. A tárgyalás lezajlását követően az elkövető nevének titokban tartásáról szóló tilalom megszűnt, ami további vádakat hozott a férfinak. Kiderült ugyanis, hogy Grace meggyilkolását megelőzően pár hónappal egy másik brit turistát is befűzött a Tinderen, aki megúszta nemi erőszakkal, amire aktuális barátnője is rátett 8 rendbeli erőszakkal és bántalmazással. Hihetetlen, de volt barátnője. Jesse Kempston persze fellebbezett az összes vád és az ítélete ellen is. Szerencsére sikertelenül. Azt nem kell kiemelni, hogy a nők ellen elkövetett szexuális indíttatású bűncselekmények száma borzasztóan magas. De azt igen, hogy az elmúlt 5 évben csak Nagy-Britanniában 17 ilyen gyilkosságból 7 alkalommal felmentették a feltételezett elkövetőt. A felmentések során a meggyanúsított férfiakat védő ügyvédek előszeretettel nyúltak az áldozat hibáztatásához és a vadszex eredménye teóriához, ami méretetlenül erkölcstelen, tiszteletlen és megalázó az áldozatokra nézve. Grace unokanővére és édesanyja az Instagramon adománygyűjtésbe kezdett, amivel erőszakos bűntények női áldozatain segítenek. Féltestvére pedig a mai napig saját közösségi felületein kedves üzenetekkel igyekszik megtartani nővére emlékét. A történet alapján joggal feltételezhető, hogy Jesse, ha nem kapják el, sorozat erőszakolóvá és gyilkossá vált volna. Az ilyen személyiségeknek az első megúszott gyilkosság ugyanis olaj a tűzre. A leírt képsorok mindegyike megtalálható a YouTube-on, amiből a legátfogóbb videót belinkelem az epizód leírásába. Grace és családja semmit sem tett. Élték az életüket, tették a dolgukat. Mindaddig, amíg a gonosz bele nem hasított a mindennapjaikba, random és váratlan módon. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!